Hétfőn becsengettek. Püspökvárosban több mint 1100 általános iskolás diák ült iskolapadba szeptember 1-én. Ám míg a diákok a nyári szünidőt töltötték, addig a város önkormányzati működtetésű iskoláiban változások történtek. Püspöktalány általános iskolái augusztus 31-ig a Püspöktalányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola alapfokú művészeti iskola keretein belül működtek. 2014. szeptember 1-től pedig külön váltak, így jelenleg 3 általános iskolát és 1 művészeti iskolát működtet az önkormányzat. A napokban felkerestük az általános iskolák vezetőit, hogy megtudjuk, hogyan készültek fel a 2014-2015-ös oktatási nevelési évre. 4 önálló intézmény jött létre szeptember 1-től, 3 általános iskolai és 1 művészeti iskolai, és már szeptember 1-től Kálvin téri általános iskolaként kezdjük meg a működésünket. A működtetőnk az továbbra is az önkormányzat, tehát a működtetést az önkormányzat látja el, és a fenntartunk pedig a Klik püspökladányi tankerület. Tehát ebből látszik, hogy a felújítási munkálatokat ugye a gazdasági ellátó szervezet folyamatosan végezte, egy pályázat besegített ebbe, hiszen nagyon szépen megújult az épület külső homlokzata, illetve még most is folyik a belső udvaron, a belső udvaron folynak a munkálatok, és még el is fog tartani körülbelül szeptember közepéig, de így kívülről nagyon szépen megújult környezettel fogadjuk a gyerekeket. Belső felújítások, tisztasági meszelések egy része megtörtént még szeptemberben, illetve majd az őszi szünetben is maradnak munkálatok. Már megvolt a tankönyvosztás, most nagyon jó rendben érkeztek egy héttel korábban a tankönyvek. A tavalyi kicsit problémák talán most már rendeződtek, bár most újabbak keletkeztek a tankönyv felelősünk elmondása alapján, ami gondot okozott, a később rendelt könyvek még nem érkeztek meg, de már most az alsósoknak és a felsősöknek kiosztottuk a könyveket, még várjuk a könyvtári állományba a tartós használatú könyveket. Az iskola személyi és tárgyi feltételei adottak. A Kálvin téri általános iskolában 329 diák kezdi meg az új nevelési évet. Az intézményben 2 első osztály indul, 19 és 24 fővel. A személyi állományra el lehet mondani, hogy 100%-os a szakos ellátottságunk. Néhány áttanítónk van, de ilyen módon szerencsések vagyunk, hiszen csak néhány embert érint, és inkább tehát a Peti telepre tanítát 3 kollega, illetve a Petőfi iskolába. A tárgyi feltételeinket én megfelelőnek ítélem. Az interaktív tábla, azt gondolom, hogy egyre inkább szükségessé vált a tanításban, ami most igazából gondot okoz, hogy az elsősök mind a 2 osztály szeretne interaktív táblát használni, hiszen már most hagyománnyá vált, hogy nagyon jó tananyagok vannak, szeretnék beépíteni a tanítás folyamatába, és ez most kis átszervezést igényel, illetve szeretnénk még minél több interaktív táblát, tehát keressük a pályázati lehetőségeket. 329 a most beiratkozó gyerekeknek a létszáma. Ez még a héten is változott, érkeztek. Tavaly 333 volt ebben az időszakban. Még az első hét azért az ide-oda iratkozások időszaka lehet, tehát ez változhat, tehát nagyon hasonló, tehát úgy mondom, hogy stagnál a létszámunk. 2 első osztályunk indul, nagyon jól lehet úgy gondolom tanítani, hiszen 19, illetve 24 fő az osztályok létszáma. A Petőfi Sándor általános és speciális szakiskola is felkészült az új nevelési évre. Nagy Sándornétól megtudtuk, a tanév kezdés előtt mindkét iskolában elvégezték a karbantartási munkákat, kijavították a hibákat, hogy a gyerekek a megszokott, szép környezetben tanulhassanak. Idén összesen 433 általános iskolás kezdi meg itt a tanévet. Nagyon örömmel jelenthetem, hogy az idén nagyon sok karbantartási munka történt. A legnagyobb gondunk oldódott meg, most évek óta elhúzódó gond az alsó tagozat épületén, a Bajcsi úti épületen a tetőbeázás, a lapos tetőbeázása, ami miatt
tulajdonképpen egy tantermünk használhatatlan volt eddig, és a leázás miatt az alatta lévőben, és azért komolyabb károk keletkeztek, ez sikerült kijavítani, ennek nagyon örülünk. Tisztasági meszelések természetesen mindegyik épületben, az alsó tagozatban még felújult ezen kívül egy tantermünk teljes egészében, minden kisebb javítási munkát el tudtak végezni. A Petőfi úti épületünkben egy terem teljesen felújul, és egy másik még szóba került. Itt a nevelői szoba előtti teret rendbe tették, az iskolatitkári irodát rendbe tették. Nagyon örülök, és én a legjobban annak örülök, hogy megkezdődik az utcafronton az ablakok festése, javítása, hiszen ez nem csak nekünk fontos, hanem bárkinek, aki keresztül megy a városon, vagy erre sétál, mert ez egy gyönyörű épület, úgyhogy arra már most nagyon ráfért. Nagyon sok munkáról beszéltünk egyébként a Petőfi utcán, a sportpálya melletti lelátó megújul. Pillanatnyilag 430, nem, ez még délelőtt 431 volt, most 433 tanulónk van, ez a tényleges létszámunk. Hát számított létszámban 480 körül vagyunk, hiszen van több olyan tanulónk, aki két vagy három főnek számít az osztály létszámban. Két első osztályunk indul, hát ilyen ideális 19, illetve 20 fős tényleges létszámmal, de ott is a számított létszámunk magasabb. Az idei tanévkezdésre már felkészült az iskola. Az intézményben megfelelőek a tárgyi és személyi feltételek, így akár a gyermekek számára a szakértői véleményben előírt speciális és egyéb fejlesztő órák is meg tudnak valósulni. A személyi feltételeink kiválóak, én azt gondolom, 52 pedagógus kezdi meg ebben a tanévben a munkáját, 100%-os a szakos ellátottságunk, és van nagyon sok speciális feladatot ellátó szakemberünk, gyógypedagógus, logopédus, romológus, sok a szakvizsgázott kolléga, többen beadták a portfóliójukat, és ez most is folyamatban van. Egyébként is úgy gondolom, hogy egy nagyon innovatív tantestület ez, és mindig kaphatók voltunk a továbbképzésekre, az oktatáshoz, neveléshez szükséges tárgyi feltételeink. Én azt mondom, hogy rendelkezésre állnak. De ez nem azt jelenti, hogy itt van a Kánaán, de hát azért sok interaktív táblánk van, internet elérhetőségünk van, szaktantermeink vannak, amelyek, mondjuk azt, hogy a felszerelés megvan, de javításra vagy cserére szorul, de hát ilyen úgy gondolom, hogy mindenütt van, és azért egyszerre nem várhatjuk azt, hogy most minden rendben lesz, de úgy gondolom, hogy a mindennapi munkához a legszükségesebb feltételek megvannak. Szeptembertől továbbra is kötelező lesz az általános iskola mind a 8 év folyamán délután 4-ig bent maradnia a gyerekeknek az iskolában. Az iskolák a tanulók számára vonzó, színes programokat szerveznek, így a kötelező délutáni foglalkozásokon jut idő a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, sportolásra is. A délutáni foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató a szülő kérelmére mentheti fel a tanulót, tudtuk meg Nagy Sándornétól. Nem kis kihívás, tehát az alsó tagozatban ott könnyebb, hiszen ott az iskola otthonos forma már korábban, hát hogy mondjam, kitermelte ezeket a foglalkozásokat. A felsőben az szokatlan volt, hogy bent kell lenniük a tanulóknak. Na most a tavalyi évben azért nagyon sok szülő kérte a felmentést. A felsőben most olyan 240 körüli a gyerekek száma, azért 240 gyereknek úgy foglalkozásokat biztosítani délutánonként, hogy az hasznos is legyen, érdekes is legyen, nem túl könnyű feladat. De hát én úgy gondolom, pont ma volt a nyitó értekezletünk, és erről beszéltünk, hogy azért törekedjünk arra, hogy a tantárgyi tehetséggondozó meg felzárkóztató foglalkozások mellett minél több
játékos, vagy színes, vagy a gyerekeket érdeklő foglalkozást tudjunk indítani. Ez, én azt mondom, hogy elég széles skálájú lehetőség, sportterén is olyan, amit csak csoportban tudnak csinálni, foci, kézi, ezek a népszerűbbek, szakkörök között, vagy inkább foglalkozásnak nevezem, nem szakkörnek. Hát a bábtól kezdve a kézi munka, lesz tanulószoba a felső tagozaton, és minden évfolyamra tudjuk biztosítani. Ezt elsősorban azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek egy kicsit azért a tanulmányi átlaga gyengébb a vártnál. A Petőfi Sándor általános és speciális szakiskola városunk központjában működő, nagy múltra visszatekintő intézménye, az itt dolgozó pedagógusok pedig szeretnék, ha az iskola tanulói jól éreznék magukat az intézményben, megismerjék az intézmény múltját, hagyományait. A mi célunk az, hogy önállóan is legalább olyan színvonalon, vagy ha lehet fokozni, akkor még magasabb színvonalon tudjunk olyan oktatást, nevelést, és ezt még külön kiemelem, biztosítani, hogy szívesen jöjjenek hozzánk a gyerekek. Ez úgy hangzik, mintha ilyen egyszerű dolog lenne, de nekünk ez a legnagyobb kihívásunk, tehát újra visszakapni azt az állapotot, hogy szívesen hozzák ide a gyerekeket, akik itt vannak, ne akarják őket másik intézménybe elvinni. Hát a hosszú távút azt tudjuk, hogy ez legyen az iskola, amiért versengenek majd a szülők. A Petritelepi Általános Iskola a város legkisebb, családias, otthonos hangulatú, szép környezetben lévő és dinamikusan fejlődő intézménye. A település rész kulturális központja. A múlt hagyományait, értékeit megőrizve folyamatosan törekszik a megújulásra, hogy diákjainak alkalmazható, maradandó tudást közvetítsen. Az előző tanév befejezése után szinte azonnal megkezdődtek a munkálatok. A tisztasági meszelések az első osztályban már akkor elkezdődtek, az ebédlőt teljesen rendbeszedték a karbantartók. Az olajlábazat festése szinte mindenütt megtörtént, aztán az emeletes iskolában úgy szintén a tantermek tisztasági meszelése, olajlábazat, illetve az egyik szülő felajánlása segítségével élvédőket tudtunk felszerelni a folyosóra. Az emeleti és a földszinti folyosók tisztasági festése, olajlábazat festése is megvalósult. Az udvaron felújítás nem történt, az előző tanév végére sikerült egy díszkőburkolatot leraknunk, aminek a befejezése szintén áthúzódott a nyár folyamára. A rendbetétel ez zajlott a napokban a tanévkezdés előtt. A személyi feltételek rendben vannak az iskolában, csak olyan pedagógusok oktatják a tantárgyakat, akiknek a végzettsége megfelel a kormányhivatal által előírtaknak. A tárgyi feltételek is adottak, hiszen számítógépek, interaktív táblák is segítik a pedagógusok munkáját. Személyi feltételeink adottak, 22 pedagógussal dolgozunk, a pedagógusok óraszáma szinte egészében a Petritelepen történik, a hiányzó szakos kollégákat áttanítással oldjuk meg, így van, ahol a mi iskolánkból is tanítanak át a Kávin, illetve a Petőfi iskolában, illetve hozzánk is onnan tanítanak át kollégák. Az új tanévet én úgy gondolom, hogy a tárgyi feltételek szempontjából biztosítottnak mondhatom, minden rendelkezésükre áll a gyerekeknek, illetve a szülőknek. Termeink jól fel vannak szerelve, 11 interaktív táblával rendelkezünk, számítástechnika termünk is rendben van, most dolgozik a rendszergazda, a tanévkezdésre rendbe teszi a gépeket. Az első osztályosok a másik épületben vannak szokás szerint, ők úgy gondolom, hogy ott teljes biztonságban kezdhetik meg az új évet. Mivel évről évre csökken a gyermek létszám városunkban, a beiratkozandó gyerekek száma is mindig egyre kevesebb. Irén a Petritelepi iskolába 216 diák kezdi meg a 2014-2015-ös nevelési évet. A Petritelepi iskolába 216 gyerekkel kezdjük meg, ami 11 osztályt jelent. Két évfolyamon van
két osztályunk, a harmadik és a hatodik évfolyamon, a többi évfolyamon egy osztállyal indulunk. Első osztályosok létszáma 24 fő, mint már az előbb említettem, tehát ők a kis különbirodalmukat foglalják el. Két pedagógussal kezdik meg a tanítást, és úgy gondolom, hogy interaktív táblától kezdve minden a rendelkezésükre áll, és sikeresen kezdik meg az első osztályt, illetve az iskolai tanulmányaikat. Sajnos az iskolánk létszáma csökkenő tendenciát mutat, ami én úgy gondolom, hogy országos tendencia is, ez érint bennünket is. Nem mondhatnám, hogy innen a petitelepi városrészből sok gyereket visznek el, hanem valószínű, hogy ennek az az oka, hogy itt ezen a városrészen is csökkent a gyerekek létszáma. Az itt dolgozó pedagógusok igyekeznek családias légkört teremteni a gyermekek számára, akik ezáltal örömmel járnak iskolába, és a tanulást is megszeretik. Az intézmény fő célja pedig továbbra is az, hogy az itt folyó oktató-nevelő munkával szilárd alapokat biztosítsanak a pedagógusok a diákoknak, hogy később a középiskolai továbbtanuláskor is megállják majd a helyüket. Tudtuk meg Rieger Mihálynétól. Én úgy gondolom, mivel tavaly még én kis pedagógusként dolgoztam, hogy zökkenőmentesen meg tudtuk oldani ezt a változást. Szerintem ugyanazt áthoztuk, amit tavaly. Most a pedagógusok kötelező óraszáma 22-26 között mozog. Általában 26 órát tanítási órákban ki tudtunk adni a pedagógusoknak. A fennmaradó 6 órát, ami kötelező bentartózkodást jelent számukra, általában szakkör, felzárkóztató órák, szülőkkel való kapcsolattartás, adminisztrációs munkák és bármi szabadidős tevékenység, iskolai versenyek lebonyolítása, ami az iskola érdeke, arra használjuk fel. A céljaink azok mindig adottak, tehát egy általános iskolának mindenképpen az a célja, hogy maximálisan megvalósítsa a gyerekek felkészítését a felsőbb iskolákban, úgyhogy ez mindenféleképpen célunk. A versenyeztetés az a mi iskolánkban megmarad, a programok megmaradnak, amiket eddig mi végeztünk, azok szintén megmaradnak, gondolok itt a mesélesárétre, a kerékpártúrára, és szinte minden hónapban van intézményünknek egy olyan programja, amiket a gyerekek érdekében mi eddig is tettünk, és tenni is fogunk ezután is. Úgy gondolom, hogy ezt szeretnénk tovább folytatni. Minden intézményben folytatódik felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés és a hit és erkölcstan oktatása. A mindennapos testnevelést 2012-ben vezették be, a 2014-2015-ös tanévben, így már az első, harmadik, az ötödik, hetedik, illetve a 9., 11. osztályban lesz kötelező az. 2013. szeptemberében bevezetésre került a kötelező erkölcstan oktatás, valamint valamely egyház hit és erkölcstan oktatása idén első, második, illetve ötödik és hatodik évfolyamra is kiterjed. Tudtuk meg a megbízott igazgatóktól. A mindennapos testnevelés most már 6 évfolyamon működik, első 3, illetve 5-től 7. évfolyamon. Most ugye ez mindenképpen teremgondot vett fel. Tegnap voltak a testnevelő kollégák egyeztetésen, úgy tudom, hogy kompromisszum született, tehát reméljük ez most már minden iskolának megfelel. Próbáljuk a negyedikeseket is kivinni a sportcsarnokba, hiszen ez nagyon nagy segítséget jelent, ide nem férnének be a tornaterembe. A mindennapos testnevelés keretében még kiválthatja mindennapos testnevelést a délutáni 2 órát, hogyha és kérheti is az iskola igazgatójától, hogy ha aktív sportoló egyesületi tagsággal rendelkezik, vagy a néptáncon vesz részt, tehát ez kiválthatja a délutáni testnevelést, hit és erkölcstan kötelező oktatása, szintén már most már 2-2 évfolyamon van, első, második, 5.-6. évfolyamon, szülőknek nyilatkozniuk kellett tanév végén, az elsősöknek a beiratkozáskor, a többieknek pedig tanév végén. Ezek alapján értesítettük a különböző egyházaknak a képviselőit, hogy milyen módon, hogy tudják szervezni a csoportokat. Ezek már megtörténtek. Nekünk egyszerre kell tartani az etika órával a kötelező hit és erkölcstan oktatást. Ennek az egyeztetése most zajlik. A heti 5 óra testnevelés van.
Egyelőre még úgy tűnik, még mindig boldogulunk vele, bár az látszik, hogy tehát az iskola saját területén belül nem tudja megoldani ezeket a dolgokat, mert nem elég a tornatermünk hozzá. Szerencsére nekünk az alsó tagozatban van egy úgynevezett tánctermünk. Azt is kihasználjuk ezekre az órákra. Jó időben nincs gond, mert ugye ki tudnak menni a gyerekek. Az nagyon jó lesz, ha az úszásoktatást meg tudjuk valósítani, hiszen az szintén segít, de hát én úgy látom, hogy jövőre már még nehezebb lesz. Ezt időben nehéz elhelyezni egyébként, ezt a sok órát, órarendileg nehéz megoldani. De ha arra gondolunk, hogy a 4 óráig bent tartózkodnak a gyerekek, akkor egy kicsit elhúzható. A hit és erkölcstan helyet tudunk biztosítani az órákhoz. Arányaiban nem olyan sok tanuló van, de nyilván ez már most második évfolyam, tehát két-két évfolyamot érint alsóban és felsőben. De rendben mentek a dolgok, tavaly sem volt semmi. Egyeztettünk az egyházak képviselőivel, sikerült úgy betenni az órákat is, hogy mindkettőnknek megfelel. A tornatermünk az itt van rendelkezésre áll. Én azt hiszem, hogy ladányi viszonylatban az a szokás, hogy sportcsarnoki órát is tartunk, ez nálunk is így van, és egyre nagyobb az igény az úszásoktatásra, úgyhogy tavaly is kihasználtuk, és most is ki fogjuk használni, hogy igénybe vesszük az uszodát, amennyiben lehetséges. Én első, második, ötödik, hatodik évfolyamban van a hit és elkölcstan, az oktatás igény szerint valósul meg. A református, a római katolikus, illetve a baptista hit oktatás valósul meg. Kinek mi az igénye, próbáljuk maximálisan teljesíteni. A tavalyi tanév újdonságai lényeges minőségi változást hoztak a köznevelés rendszerében, melyek elsősorban a gyermekek, a tanulók érdekeit szolgálják. A most induló tanév 181 napból áll, s a város önkormányzati iskolái felkészülten, megfelelő tárgyi feltételekkel és elhivatott szakemberekkel indította a 2014-2015-ös oktatási nevelési évet.